Az elmúlt két évben több mint 10 millió elmét szabadítottunk meg a Matrix-től. Az emberek lassan ráébrednek, honnan származik az éter, és biogazdaságokból származó táplálók termékeket keresnek. Szép munka volt, Leo. Te vagy a kiválasztott. Piriti! A Matrixnek még vannak leleplezésre váró részei. Gyerünk! Lépjünk be! Nem, Leo! Van helyük a pillanatoknak! Leo! Mi van? Nézd át a Matrix illúzióján. Régen a legtöbb farm így nézett ki. Most pedig így. Ilyen egy modern tejüzem. Ezt nem nevezhetjük farmnak. A tej és a sajt nagy része ilyen helyről származik. A legtöbb tehén egész életét itt és a fejőteremben tölti. Az egészségtelen körülmények miatt gyakran megbetegednek, a naponta kapott antibiotikumok ellenére. A farkaikat levágják. Bukjatok le! Ezek a Matrix ügynökei. Olyan mesterséges növekedési hormonnal nyomják tele szegény állatokat, amelyet Kanada és az Európai Unió is betiltott. És ez mi? A borjakat már születésükkor elválasztják az anyjuktól. Olyan tejhelyettesítővel táplálják őket, melynek egy része tehenek véréből készül. Ugye nem azt akarod mondani? De igen, Leo. Az elhullott állatokkal etetik az élőket. Ez a módszer is terjesztheti a kergemarha kór. Ebből elég! Ő a kiválasztott. Nagyon szép öntől, hogy csatlakozott hozzánk, Mr. Leveszcsont. Az én nevem Leo! Ezt a kis családi gazdaságokért! Ezt a mesterséges hormonokért! És ezt a tehenekért! Zárassátok be a tejüzemeket! Elkapták Morpheus-t! Betették a teherautóba! Elhajtanak! Hová mennek? Elkapták mindenütt! Mi történik? Hogy ki vagyok én? Leo! Ki kell szabadítanunk Morpheus-t? Hallottad, mit mondott? Be kell záratnunk ezeket a tejüzemeket. Megvan! Kiszabadítjuk Morpheus-t, ha segítesz bezáratni ezeket az üzemeket! A kisebb családi farmokon is megtermelik a szükséges tejet. Ha támogatod őket, akkor a Matrixnek vége lesz!